Kevesebb almát születeltek idén a gazdák, de a minőségre nem lehetett panasz. Csak úgy, mint az ára sem. Például a léalma ára többszörös emelkedett, az elmúlt évek 15 forintos átlagárához képest, idén 60 forintot is adtak kilójáért. De nem csak az alma, hanem a többi gyümölcs esetében is kimagaslóan alakultak a felvásárlói árak. A gazdálkodók részéről egy jövedelmet biztosító év volt ez a 2017-es, a gyümölcsféléknek az ára, ha kezdjük ott a megytő, szamóca, barackon, szilván, almán keresztül, minden aránylag jó árat képviselt, az átlagostól magasabb áron lehetett értékesíteni, volt is keresleti irántuk. Rácz azt is elmondta, a termés mennyiség tekintetében is sikeres volt 2017 a megyében, bár a fagyok néhol okoztak károkat, de az idei magas árak kompenzálták a kiesést. A gyümölcsökhöz hasonlóan alakult a kalászosok felvásárlási ára is. Minden termény esetében növekedtek az árak. szabolcs már bereg megyében a legnagyobb területen közel 100 ezer hektáron kukoricát termelnek a gabonaféli közül, a gazdák összességében itt is jó évet zárhattak. Ez is a közepes körüli vagy valamivel jobb volt, az országos átlagnál főleg jobb volt ugyanis voltak aszásújtotta térségek az országban. Mi úgymond a megyének csak talán a déli részére mondható el, hogy esetet van vagy két csapadék a érési folyamatokban. Ez nem volt meg, de zömében az átlagtól jobb kokoricát takarítottunk be, és az ára is egy ilyen 3-400 forint alatt tavalyi ár fölött volt, úgyis indult már el, és tartotta is azt az árat végig. Napraforgóból közel 52 ezer hektáron termelnek szabolcs szatmár bereg megyében. Itt ugyan a tavalyi 3,2 tonnához képest kevesebb volt a termés, de a 2,9 tonna az országos átlagot így is meghaladja. Rácímre azt is elmondta, egyedül a búza árával akadtak gondok a betakarítás kezdetén, de később ez is megoldódott, és úgy látja, a minőségi búza iránt megnőtt a kereslet is.